óriási az öröm az EB meccs miatt, együtt ünnepeltek a magyarok világszerte, a válogatott 1-0-ra nyert a skótok ellen. Újabb szankciós csomagot fogadott el Brüsszel, az orosz cégeket büntetik, a fronton közben zajlik a háború. Terrortámadás volt Dagesztánban, két városban összesen 4 vallási helyszínt támadtak, 19 rendőrt is lelőttek. Egy 23 éves kiskörösi lány lett Magyarország szépe, ő képviseli majd hazánkat a Miss World világdöntőn. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunai Józsanett vagyok. Szinte egy emberként ugrott fel az ország tegnap éjszaka, amikor Csobot Kevin berúgta a magyarok győztes gólját a labdarúgó Európa-bajnokságon. A mérkőzés már a 100. percben járt, de megérte eddig várni. A helyszínen Stuttgartban, országszerte kivetítők előtt és teraszokon, határon és a tengeren túl rengetegen szurkoltak az utolsó pillanatig, ami után hatalmas ünneplés kezdődött. Bár a továbbjutás még egyáltalán nem biztos, sokak számára már így is felejthetetlen a tegnap esti élmény. Az egész stadion állva figyelte a mérkőzés utolsó pillanata is Stuttgartban. A továbbjutás szempontjából sorsdöntő meccsen, a 100. percben még mindig 0-0 volt az állás, amikor... Csobot teszi oda Sallainak, Sallai a kapu közelébe törhet, ketten középüt, Sallai, visszagurítás, Csobot, gól! A játékosok örömükben a gólszerző Csobot Kevinre borultak. A csatár sírva fakadt, a kispadon ülők befutottak a pályára, a szurkolók leugráltak a lelátókról, az arénában igazi örömünnep tört ki. Na végre, hogy ide értetek! Hát ezt fogadja itt a magyar válogatott a Stuttgartban! Hát itt vannak a lelkes szurkolók! A magyar válogatott Skócia elleni meccsét itthon is rengetegen nézték. A Szabadság téren az emberek le se vették a tekintetüket a kivetítőről. A gól pillanatában a szurkolók egy emberként ugrottak fel, még azok is egymás nyakába borultak, akik valószínűleg nem is ismerik egymást. Repültek a babzsákok, lekerültek a pólók, örömükben ugráltak az emberek Esztergomban is. És Szegeden is borultak a székek, folytak az örömkönnyek, volt, aki az asztalra is felállt, közben lengett a piros-fehér-zöld zászló, és szólt a Ria-Ria Hungária. Hatalmas volt! Végre! Megvan az első áram! A mérkőzés lefújása után valamennyi helyszínen buli alakult ki. A szurkolók az asztalokon állva táncoltak, közben éltették a szövetségi kapitányt, a gólszerzőt és a megsérült Varga Barnabást is. Nagyon jó volt, igaz, hogy ennyi múlott az egész, de hát csak nyertünk, és ez számít, nem? Ria! Ria! Hungária! Ez leíratatlan, ez fantasztikus, tényleg 8 vagy, én nem tudom, de 90 plusz 10, ez elképesztő. Az emberek azt mondták, életük egyik legnagyobb élménye volt ez a mérkőzés. Aki szavakkal nem tudta leírni, mit érez, az megmutatta. Milyen érzés van most bennetek? Kikerültek a nemzeti zászlók Washingtonban, és Csíkszeredában is sokan összegyűltek azért, hogy együtt szorítsanak a magyar válogatottnak. Szerintem gyönyörű az, hogy a 100. percben sikerült góldön, és kiderült, hogy a pálinka jobb, mint a viszki. És Stuttgartban is hajnalig tartó ünneplés kezdődött. A világ minden pontjáról érkeztek ide magyarok. Volt, aki Ausztráliából jött a meccsre. Sok sikert! A szurkolók annyira boldogok voltak, hogy valamennyi helyszínen úgy érezték, az éjjel soha nem érhet véget. A
válogatott mindhárom mérkőzésén szurkolók ezrei bíztatták a csapatot Németországban. A drukkerek valamennyi meccs előtt közös vonulással érkeztek meg a stadionhoz, ehhez rendőri felvezetést is kaptak. A lelkesedés végig töretlen maradt, amiért a játékosok is hálásak voltak. A magyar válogatott tagjai a vasárnapi mérkőzés végén együtt ünnepeltek a szurkolókkal. Stuttgartban és itthon is szólt a himnusz. És már a hagyománynak számító Nélküled című dal is. Csalódottak a futballszurkolók Skócia szerte, miután a magyar győzelem miatt kiestek az Európa-bajnokságról. Glasgow-ban szinte csak szomorú arcokat lehetett látni a szórakozó helyeken. Voltak, akik sírtak, mások dühösen fogadták, amikor a magyar csapat gólt rúgott a mérkőzés utolsó másodpercében. Aberdeen városában ennél is hangosabbak voltak az emberek. Sokan megdobálták a kivetítőket, de olyanok is voltak, akik ölelkezve vigasztalták egymást. A Skóciában élő magyarok viszont hangosan ünnepeltek. A futballvilág jeles képviselői és támogatásáról biztosította Varga Barnabást, aki ijesztő sérülés szenvedett, amikor összeütközött a skót kapussal a tegnapi meccsen. A Magyar Labdarúgó Szövetség azt írta, hogy Varga Barnabásnak több helyen is eltörött az arccsontja, és agyrázkódást szenvedett. A szövetség azt is közölte, hogy Varga Barnabás az éjszakát kórházban töltötte Stuttgartban, minden bizonnyal műteni kell. És kapcsolunk is Bénemet Péterhez, szervusz! Mit lehet tudni most Barnabás állapotáról? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. 3:12-kor kezdődött a magyar labdarúgó válogatott bázisán a szokásos sajtótájékoztató. Ezt megelőzően Csobot Kevin, a tegnap esti győztes találat szerzője, külön interjút adott Molnár Mátyásnak, az M4 Sport riporterének. És Kevin abban azt mondta, hogy ők úgy tudják, már mint a játékosok, hogy Varga Barnabást ma fogják megműteni itt Stuttgartban, az egyik kórházban, és 2-3 napot biztosan itt fog tölteni a városban. Ezen kívül friss információnk nincsen, amint lesz majd hivatalos tájékoztatás a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, azt természetesen mondani fogjuk az M1-en, egy közleményt fog majd kiadni a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mást nem mondhatunk, mint azt, hogy mielőbbi gyógyulást kívánunk Varga Barnabásnak. Azt Marco Rossi tegnap elmondta, hogy nagy valószínűséggel az Európa-bajnokság folytatásában már nem számíthat rá. Ezt igazolandó, hogyha ma tényleg megműtik a magyar labdarúgó válogatott csatárát, akkor könnyen lehet, hogy több hónapot vesz majd igénybe az ő gyógyulása. Csak ismételni tudom, jobbulást kívánunk neki, és amint van friss információnk, akkor természetesen mondani fogjuk itt az M1-en. Bénémet Péter, egyelőre köszönjük szépen, és az EB további részletes híreivel majd a Nemzeti Sporthíradóban is foglalkozunk a híradó után. Összehangolt terrortámadás volt Dagesztán két városában, Mahacskalában és Derbenben is egy-egy zsinagógát és egy-egy ortodox templomot támadtak meg. 19 rendőrt és legkevesebb 6 támadó is meghalt az utcai harcokban. Egy pappal pedig brutális kegyetlenséggel végeztek. A nyugalom megzavarására alkalmas történet következik. Félve közelítette meg az ablakot egy szemtanú, miután fegyverropogást hallott az utcán. A telefonos felvételeken látszik, hogy a feketébe öltözött fegyveresek lőttek mindenre és mindenkire. Egy ortodox templomot támadtak meg Mahacskalában, ahol brutálisan meggyilkolták az ott szolgáló papot is. Úgy tudni, hogy a 66 éves férfinak elvágták a torkát. Dagesztán fővárosában ugyanakkor egy zsinagógát is megtámadtak. A mahacskalai támadással szinte egy időben Derbentben is merénylet volt két vallási helyszín ellen. Fegyveresek ostromolták a zsinagógát 40 perccel az esti ima után. A támadás sokkolta a helyi zsidó közösséget, Dagesztánban ugyanis itt él a legtöbb zsidó hívő. Ezzel párhuzamosan egy ortodox templomot is megtámadtak Derbentben, a zsinagógát és a templomot is felgyújtották. Dagesztán kormányzója bejelentette, terrortámadásként kezelik a támadásokat, és tudják, kik állnak a vallási helyszínek ellen elkövetett merényletek mögött. A nyomozás addig tart, amíg az alvó sejteket meg nem találjuk. A támadást ők hajtották végre, természetesen külföldi segítséggel. Mindenkit nyugalomra szólítok fel, a helyzetet ellenőrzése alatt tartják a hatóságok, mondta a kormányzó. Az összehangolt támadásokban 19 rendőrt lelőttek.
Arról nincs pontos adat, hogy hány terrorista vett részt a támadásban, de legkevesebb 6-an meghaltak. A dagesztáni kormányzó szerint a támadásoknak több civil áldozata is lehet. Dagesztán az Oroszországi Föderáció legdélebbi tagköztársasága, az ország területe nagyjából fele akkora, mint Magyarország. Jelentős muszlim közösség él a köztársaságban, ahol a 90-es évek óta egyre nagyobb gondot jelent az iszlám radikalizmus. A vasárnapi merénylet 3 hónappal azután történt, hogy Moszkva közelében terrortámadás ért egy kulturális központot. Akkor ott 144-en haltak meg, és több mint 500-an megsebesültek. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálata támadás után Dagesztánban vett őrizetbe több olyan iszlamistát, akiknek közük volt a moszkvai terrortámadáshoz, amit az iszlám állam egyik ága vállalt magára. A dagesztáni terrortámadásokért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. Izrael és palesztin párti tüntetők között tört ki tömegverekedés Los Angelesben. A két csoport egy zsinagóga előtt tüntetett vasárnap, ahol egy ingatlan iroda az újonnan elfoglalt cisziordániai területeken kínált földeket eladásra. A verekedés több utcánkra is átterjedt, néhány tüntető a kiérkező kommandósoknak is nekiesett. Egyesek gázsprét használtak, mások botokkal és transzparensekkel verekedtek. Egy embert azért tartóztattak le, mert kihegyezett nyelű zászlóval fenyegette a körülött álló embereket. Kazettás robbanó töltetett hordozó amerikai rakétákkal mért csapást az ukrán hadsereg Szevasztopolra. A támadásban 5-en meghaltak, köztük 3 gyerek is. Közben újabb orosz légicsapás érte Harkivot is. Füst szállt az egyik égőházból a Krím-félszigeten. Szevasztopolra amerikai ATACMS rakétákkal mért csapást az ukrán hadsereg vasárnap. Az orosz védelmi tárca szerint az 5-ből 4 rakétát lelőttek, az 5. felrobbant a levegőben. A támadásban gyerekek is meghaltak. Moszkva Washingtont nevezte meg a támadás felelőseként. Állítások szerint az ATACMS rakétákat amerikai szakemberek az Egyesült Államok saját műholdas felderítési adatai alapján programozzák. Sajnos jelenleg több mint 120 sebesültünk van a kijevi rezsim terror támadása következtében, amelyet Egyesült Államokban gyártott kazettás rakétákkal hajtottak végre, mondta Szevasztopol kormányzója. Az orosz nyomozó bizottság terrorcselekmény ügyében indított eljárást. Az orosz külügyi szóvivő szerint Ukrajna egyfajta rituális bűncselekményt követett el, hiszen szándékosan az ortodox Szentháromság napján támadhatott. A Krím-félszigeten hétfőre gyásznapot hirdettek, az emberek koszorúzással emlékeznek az áldozatokra. Közben az ENSZ aggodalmát fejezte ki, amiért egyre gyakoribbak az orosz kézben lévő zaporizsiai atomerőmű környékét érő drón támadások. Moszkva ezzel is Ukrajnát vádolja, Kijev azonban nem reagált. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója úgy fogalmazott, akárki van is a támadások mögött, le kell állnia. Vasárnap az orosz légierő újabb csapást mért Harkivra. A városvezetés szerint a bombák több magánházat és egy iskola épületét is eltalálták. Az ukránok azt állítják, Oroszország szándékosan támadja a civileket. Arra jutottunk, hogy a szombat és a vasárnap sajnos mindig veszélyes nap. Ilyenkor van a legtöbb ember kint az utcán, az ellenség pedig minél több embert meg akar ölni, mondta a Harkivi rendőrség vezetője. Ukrajna második legnagyobb városát már szombaton is támadták az oroszok, akkor 4 irányított bombával vettek célba egy többszintes lakóházat. A támadásban 50-nél is többen megsérültek, 3-an meghaltak. A rendőrség szerint eközben Kijev megyében is támadtak egy települést, ahol többen megsebesültek. Brüsszel elfogadta az orosz energiaszektort és célzó 14. szankciós csomagot, ezzel az orosz pénzügyi és energiaszektorban dolgozó orosz vállalatokat sújtják. Közben annak ellenére szavaztak meg több milliárd eurós támogatást Kijevnek, hogy ezt Magyarország ellenezte. A külügyminiszterek ülésén Szijjártó Péter is részt vesz. A miniszter közösségi oldalán azt írta, újabb milliárdok Ukrajnának immár az európai szabályok felrúgásával, Magyarország kihagyásával. Ukrajnának szüksége van segítségre, és most van szüksége segítségre, hangsúlyozta az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek ülése előtt. Josep Borrell közölte azt is, találtak megoldást, hogy a magyar vétót megkerülve több milliárd eurónyi támogatást adjanak Kijevnek fegyvervásárlásra.
A szerződés jogi lehetőséget biztosít, hogy előre léphessünk, még akkor is, ha egyes tagállamok nem kívánnak ebben részt venni. A döntés egyértelmű. Az orosz befagyasztott vagyonokból származó bevételt Ukrajna katonai támogatására használjuk fel, jelentette ki Josep Borrell. Az EU lépéséről a Financial Times-nak még az ülés előtt nyilatkozott az uniós diplomata. A lap szerint, ha valóban meg tudják így kerülni a magyar vétót, akkor elhárulhat az akadálya G7 azon döntésének megvalósítása elől is, amely szerint decemberig 50 milliárd dolláros hitelt vennének fel Kijevnek, amelyet szintén a befagyasztott vagyonok jövőbeni kamataiból fizetnének vissza. A cikkben arra is kitérnek, hogy az Unióban csak nem 200 milliárd eurónyi, azaz 80 ezer milliárd forintnyi orosz vagyon van befagyasztva. Az Unió az év elején megállapodott abban, hogy a februártól keletkező nyereséget fegyverek vásárlására fordítja Ukrajna számára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta a külügyi tanács üléséről, újabb milliárdok Ukrajnának, immár az európai szabályok felrúgásával, Magyarország kihagyásával. A NATO sem tétlenkedik, mi alatt az Unió egy jogi kiskaput kihasználva igyekszik pénzt önteni az ukrajnai háborúba. Alig száradt meg a tinta a NATO csatlakozási szerződésen, 17 katonai bázist kap az Egyesült Államok Svédországban. Olvasható a Mandineren. A lap a francia Le Monde alapján azt írta, a svéd törvényhozás a múlt kedden megszavazta azt az Egyesült Államokkal kötött védelmi megállapodást, amely a NATO csatlakozásnak köszönhetően megengedi az amerikai félnek, hogy állandó támaszpontokat létesítsen az országban. A megállapodás 17 svédországi katonai bázishoz és kiképző területhez biztosít hozzáférést az Egyesült Államoknak, és lehetővé teszi fegyverek, katonai felszerelések és lőszerek tárolását is. A NATO európai terjeszkedéséről írt az Index is. Felhívják a figyelmet, bár egyelőre nincs szó arról, hogy a NATO beavatkozna az ukrajnai eseményekbe, mégis Romániában alakítják ki a legnagyobb légibázist a Fekete-tengertől alig 20 kilométerre. Egy harmadik NATO misszióját töltő brit vadászpilóta szerint ez azért nagyon más, mint a háború előtt volt. Minden sokkal több, minden sokkal nagyobb, és legfőképp sokkal veszélyesebb. Az ukrajnai konfliktusra adott európai válaszok egyértelműen afelé vezetnek, hogy újabb államok vonódhatnak bele az orosz-ukrán háborúba. Erről beszélt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Hogy amikor eszkalációról beszélünk, akkor erről beszélünk. Tehát, hogy egymást követő folyamatok fokozatosan felépítenek egy olyan helyzetet, ahol már ténylegesen egy világháború akár kirobbanhat ebből a konfliktusból. A vezető elemző felhívta a figyelmet arra, hogy milyen tabuk dőltek meg nyugaton. Ide sorolta a finn és a svéd katonai semlegesség feladását, vagy azt, hogy Németország annak ellenére szállít egy konfliktusba fegyvereket, hogy korábban a II. Világháborús tapasztalatok után ettől elzárkózott. Átvették megbízó leveleiket a június 9-én megválasztott magyar-európai parlamenti képviselők. A Nemzeti Választási Bizottság elnöke az átadón arra emlékeztetett, hogy az új képviselők csaknem 60%-os részvétel mellett szereztek mandátumot. Sasvári Róbert hozzátette, a politikusok akkor kezdik meg munkájukat, amikor Magyarország átveszi az uniós soros elnökségét. Az EP képviselők kulcs szerepet játszanak korunk olyan fontos kérdéseiben, mint az éghajlatváltozás, a migráció, az emberi jogok és a pénzügyi piacok szabályozása. Önökre a magyar választópolgárok szavaztak, ezek után pedig 5 évig önök fognak a választóikért és a választóikat képviselve dönteni az Európai Parlamentben. Több 100 000 forintot érhetett az a telefon, amit Magyar Péter kitépett egy ismeretlen kezéből a péntek hajnali szórakozóhelyi botránya idején. Szemtanúk állítása szerint a politikus később a Dunában dobta a készüléket. Sajtóbeszámolók szerint Magyar Péter előzőleg azért vett el erőszakkal a telefont egy ismeretlentől, mert az videót csinált az EP lista vezető botrányos viselkedéséről. A politikus szerint ő a provokáció áldozata lett, de azt elismerte, hogy kikapta a telefont az ismeretlen kezéből. Magyar Péter márciusban a Kossuth téren az ügyészség épülete előtt tartott demonstrációja után sörrel a kezében. És ugyanazon a napon néhány órával később a vértanúk terén egy újabb dobozzal. Ez a kép áprilisban készült a Kossuth téri tüntetést követően, Magyar Péter akkor is egy dobozos sört szorongatva érkezett meg az egyik közeli étterembe.
Ezt a videót csütörtök éjjel rögzítették Magyar Péterről az egyik belvárosi szórakozóhelyen. A felvételen az látszik, ahogy a politikus egy fiatal lány lába között csúszik-mászik. Nem sokkal később így vezették ki a helyről a biztonsági emberek. Pénteken a Riposzt számolt be róla, hogy Magyar Péter nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után órákon át agresszívan és garázda módon viselkedett. A portálnak több szemtanú arról számolt be, hogy Magyar Péter egymás után kötött bele a vendégekbe, köztük nőkbe is, akiknek visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett. Később odalépett egy a botrány telefonjával rögzíteni akaró vendéghez, akitől fizikai erőszakot alkalmazva elvette a telefonját. A készüléket zsebretette, aztán nem volt hajlandó visszaadni azt. A Riposzt szerint többen is látták, amint Magyar Péter a Dunába dobta a nagyértékű mobilt. Mi még itt zenélünk, lehet, hogy iszunk egy sört. Hosszú napok voltak ezek, én is igyekszem magam kipihenni. A történtek miatt Magyar Péter pénteken a közösségi oldalán magyarázkodott. Azt írta, ő senkit sem zaklatott, őt viszont provokálták. A bejegyzésben ugyanakkor elismerte, hogy az egyik vendég kezéből kikapta a telefont. A Tisztelet és Szabadság párt listájáról mandátumot szerzett Magyar Péter úr. A botrányról Magyar Pétert hétfő reggel a sajtóképviselői is szerették volna megkérdezni, miután a politikus átvette európai parlamenti mandátumát. Van esetleg érdemi kérdése? A Tisza párt újdonsült LP képviselője azonban válaszok helyett hátat fordított és beült az autójába. A politikában a politikusi karakter ugyanolyan fontos, az, hogy milyen személyiség az, aki képviseli a politikai programot, vagy milyen személyiség az, aki képvisel egy ügyet. Magyar Péter kimutatja a valódi énjét, erről már a 21. század intézet vezető elemzője beszélt az M1-en. Nagy Ervin úgy fogalmazott, Magyar Péter személyiségével saját maga mellett pártját is hitelteleníti, amit eddigi szimpatizánsai közül is többen elítéltek. Hogyha tiszteletről beszélünk, és itt az ügy arról szól, hogy egy szórakozó helyen hogy viselkedett a nőkkel, hogy viselkedett a körülötte lévő emberekkel, és utána, amikor kirakták erről a helyről a viselkedése miatt a úgynevezett biztonsági őrök, akkor még miket ordított, ugye erről most látjuk, keringenek a felvételek a világhálón. Nagyon sok felvétel van, ráadásul, ami még inkább alátámasztja ennek a problémás voltát, hogy a képsorok szerint és a tanúk szerint is elvette egy telefont, tehát valaki őt felvette telefonnal, ezt elvette, és egy tanú arról beszélt, illetve feljelentést is tett, hogy ezt a telefont a Dunába dobta. A feljelentés nyomán a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozást indított. Az ügyben garázdaság és rongálás gyanúja is felmerült. Egy új alkalmazást fejlesztettek a gondos órához, amely telefonra tölthető le. Ezen keresztül a hozzátartozók kaphatnak értesítéseket. Az alkalmazás riasztást küld például, ha az óra SS érzékelője bekapcsol. Annyira. Szinte minden nap akad egy kis tennivalója a kertben kis Irénnek. A 74 éves nyugdíjas nyakba akasztva viszi magával a gondos óráját. Hál' Istennek még nem kellett igénybe venni. Azt mondja neki és családtagjainak is nagy biztonságot jelent, hogy a gondos órával segítséget kérhet egy gombnyomással. Mostantól pedig egy telefonos alkalmazás is segíti az időseket és a hozzátartozóikat. Már ingyenesen letölthető a gondos óra applikáció. Az ingyenesen letölthető alkalmazás még nagyobb biztonságot nyújt a használóinak. Ezt Nyitrai Zsolt miniszteri biztos jelentette be egy internetes videóban. Bármilyen rendkívüli esemény történt, akkor így ad jelzést az applikáció. Az új alkalmazást a gondos óra felhasználói és a kontakt személyek is letölthetik a mobiltelefonjukra. Az applikáció számos új funkciót kínál. A kontakt személyek közvetlenül nyomon követhetik a készülék töltöttségét, térerejét, hogyha a merülés értesítés ki, illetve be tudják kapcsolni. Ez egy nagyon fontos funkció, meg tudják változtatni a kontakt személyeknek a sorrendjét, hogy a felhasználónak van erre lehetősége. Az Európában egyedülálló gondos óra programra szűk egy év alatt már több mint 650 ezeren regisztráltak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma Magyarországon. A Hungaromet szerint az UV-index gyakorlatilag az egész országban meghaladja majd a 7-es értéket, de helyenként a 8-as szintet is elérheti, ami nagyon erősnek számít. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen, és ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
Megkétszerezik a rendőri jelenlétet a nyári időszakra Balatonnál, ezt Tihanyban jelentette be a belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence szerint az a cél, hogy megelőzzék a bűncselekményeket, megvédjék az embereket és biztosítsák a közlekedés biztonságát. Szeptember 15-ig koordinációs bizottság is segíti majd a rendőrök munkáját. Közkedvelt célpont a Balaton a magyarok számára is, hiszen itt nagyobb biztonságban tudnak lenni, és a külföldiek számára is. Hiszen ha összevetem, hogy 100 000 lakosra vetítve mennyi bűncselekmény történik Ausztriában vagy Németországban, az azt mutatja, hogy Magyarországhoz képest 2-szer annyi van Ausztriában, és közel 2,5-szer annyi Németországban, tehát sokkal nagyobb biztonságban van egy külföldi turista is, ha Magyarországra érkezik nyaralni, mint hogyha otthon nyaral, vagy otthon tölti az évközbeni idejét. Görögország több szigetén is erdőtüzek pusztítanak, a hatóságok több település lakosait is evakuálták. A Peloponészoszi félszigeten egy 55 éves férfi halt meg, a kiégési sérüléseket szenvedett. Görögországban jelenleg is rendkívüli a forróság. Egy napja az is kiderült, hogy 2 magyar turista is meghalt ugyanazon a görög partszakaszon, valószínűleg azért, mert a testük nem tudott alkalmazkodni a rettentő forrósághoz. Már 1300 halálos áldozata lehet a hőségnek a mekkai zarándoklaton. A szaúdi egészségügyi miniszter szerint azért lehet ilyen sok az áldozat, mert a zarándokok túl sokat gyalogolnak a tűzönapon pihenés nélkül. A szaúdi kormány az 1300 halott ellenére közölte, hogy a zarándoklat lebonyolítása sikeres volt, ugyanis több mint 450 000 orvosi ellátóhelyet alakítottak ki az embereknek. Pénteken és vasárnap is késett az egyik légitársaság Budapest-Antalya közti járata. A pénteki esetben például 19 órát vártak az utasok, de olyan is előfordul, hogy a meghirdetett gép el sem indul. Elindult a nyaralási szezon, a szakemberek szerint az utazás előtt érdemes biztosítást kötni. Késve érkezik. Ez olvasható a reptéri honlapon annál a járatnál, amely vasárnap 11 óra 35 perckor indult volna Budapestről a törökországi Antaliába. A becsült érkezési időnél a délután 3 óra áthúzva szerepel, helyette este 6 órát jelöltek meg. A SunExpress török-német légitársaság vasárnapi gépének utasai azonban még így is jól jártak. Ugyanez a járat ugyanis pénteken az eredeti tervezett időponthoz képest 19 órával később indult el a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. 12 órája tartják fogva a SunExpress utasait, az esetről így írt az egyik utazási portál. A cikk szerint a légitársaság folyamatosan csúsztatta az indulás idejét, a járatot azonban sokáig hivatalosan nem törölték, így a csaknem 150 fős tömeg hosszú órákig várt a kapunál. Sokan az éjszakát is a reptéren töltötték, az Antaliába tartó repülőgép ugyanis végül csak másnap hajnalban indult el. Ezek a képek már Rómában készültek szombat este. Az utazómajom beszámolója szerint 17 órán át várták az egyik fapados légitársaság utasai, hogy elindulhassanak Budapestre az olasz fővárosból. Az ilyen esetek egyre gyakoribbak. A KSH adatai szerint tavaly a járatok 25%-a indult vagy érkezett legalább 15 perccel később a tervezetnél, és a járat törlések száma is emelkedett. 2023-ban az előző évhez képest 15%-kal több volt azoknak a gépeknek az aránya, amelyek fel sem szálltak a kiindulási repülőtérről. És csak most kezdődik igazán a szezon, ugye ez a tavalyi évre vonatkozik. Várható, hogy a helyzet nem javul. A megfelelő utasbiztosítás a járat törlésekre, késésekre vagy útvonalmódosításokra is kártérítést nyújt. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz szóvivője az M1-en azt mondta, repülőgépes utazások esetén a podgyászunk védelme mellett a biztosító megtérítheti például a fel nem használt utazási költségeket is. Ha megfelelő biztosítást kötünk, akkor a utazási többlet kiadásokból származó költségeket fedezi a biztosításunk. Ha járattörlés van, akkor a kifizetett, esetleg ha tovább kellene utaznunk, a kifizetett repülőjegyárát, vagy a szállásköltségeket megtéríti, illetve hát visszaútnál szintén a többletköltségekre fedezetet kínál a biztosításunk. Kovács Krisztián júliusban utazik Máltára. Azt mondja, utasbiztosítás nélkül nem is indulna el. Hogyha esetleg törlik a járatot, vagy késik a járat, akkor ennek köszönhetően nem fog keletkezni anyagi károm. A gondtalan nyaralás érdekében mindenkinek azt tanácsolom, hogy kössön biztosítást. Az egyénileg megkötött biztosításon kívül az Európai Unión belül az utasokat külön jogszabályok is védik akkor, ha egy EU-s tagállamból induló vagy odaérkező járatot törölnek.
Az utasok kártérítést igényelhetnek a légitársaságtól attól függően, hogy milyen távol volt a tervezett úti céljuk. 1500 kilométerig 250 eurót, 1500 és 3500 kilométer között, de az unió területén belül maradva 400 eurót kérhetnek vissza fejenként. Minden más esetben, vagyis a 3500 kilométer feletti utazások esetében 600 euró jár. A kárpótlás technikai probléma esetén is kérhető, csak akkor nem, ha a légitársaságon kívüli okok, például extrém időjárás, sztrájk vagy zavargások, esetleg fegyveres konfliktus kitörése miatt nem biztonságos az utazás. Egy 23 éves kiskörösi lány nyerte a Magyarország szépe versenyt, erről egy 18 tagú szakmai zsűri döntött a közmédia tegnap esti gála műsorán. A nyertes egy éven át viselheti a Miss World Hungary címet, és jövőre ő képviseli hazánkat a Miss World világdöntőn. Ez itt a Magyarország szépe! A közmédia teljes pompájába öltöztetett stúdiójából Rókusfalvi Lili és Kárász Róbert köszöntötte vasárnap este a Duna csatorna nézőit a Magyarország szépe Miss World Hungary 2024 döntőjén. Kacembak Andrá vagyok, 23 éves és kiskörösül érkeztem. Egy hónapos intenzív felkészülést követően vasárnap már csak 15 lány mutatkozhatott be a döntőben. Rájuk 4 feladat is várt az este folyamán. A Fit Tourban a legendás aranycsapat újra gondolt mezét viselte a 15 versenyző. A Kreatív Tourban egy-egy magyar divat tervező esküvőik lette ruhakölteményét viselték. Ezután nemzeti motívumokkal díszített ruhákat láthattak a nézők a lányokon, és estélyi ruhákban is megmutatták magukat. Szeretnék kampányolni az egészségtudatos életmód mellett. A világverseny szlogenje szépség céllal, ezért Magyarország szépének is hagyományosan egy jó ügy mellett kell kiállnia, amire királynőként, jó szolgálati nagykövetként felhívja a figyelmet. A műsort több rövid film is színesítette. A nézők láthatták, hogyan készültek fel a lányok, és egy kicsit többet megtudhattak róluk. És röviden elmondták a bírák is, akik egyébként 18-an voltak, hogy mi lehet a győzelem kulcsa. Az idei királynőben keressük, hogy céltudatos legyen, magabiztos legyen, és jó kisugárzása legyen a színpadon. Kacembak Andrea a 9-es sorszámmal. A zsűri az est végéhez közeledve a 15-ből 5 lányt juttatott a végső fináléba. Közülük került ki a Miss Charity díj nyertese. Ebben az alversenyben egy jótékonysági akciót kellett végrehajtani és megörökíteni. Szólítjuk a Miss Charity verseny győztesét is, Kis Kamillát. A végső döntő résztvevői közül választották meg a második udvarhölgyet, Horváth Alexandra, és az első udvarhölgyet is, aki összesítésben a második helyezett lett. Egyes sorszámmal Cseh Jászmin. Ezután pedig végre kiderült, hogy kinek a fejére kerül a királynői korona. 2024-ben a Magyarország szépe Miss World Hungary verseny győztese Kacembak Andrea! A zsűri a 23 éves kiskörösi Kacembak Andreát választotta idén Magyarország szépének. Őt a tavalyi győztes Hacsi Boglárka koronázta meg. Kacembak Andrea az eredményhirdetés után a híradónak azt mondta, váratlanul érte a győzelem. Sosem gondoltam, hogy megnyerhetem, és pont ezért is számomra ez nagyon nagy dolog, de tényleg nagyon-nagyon örülök, hogy jelentkeztem erre a versenyre, és belevágtam ebbe az egészbe, és mindenkit csak bíztatnék, mert egy hatalmas móka volt az egész, és egy hatalmas kaland. És nem csak a lányoknak, az est két házigazdájának is meghatározó élmény volt a vasárnapi verseny. A mi kettőnk életében ez talán egy mérföldkő, talán egy debütálás, talán mindkettő, mert mi életünkben először most vezettünk, ráadásul egy ilyen fantasztikus nagy show műsort. Igen. Ezt nem fogom elfelejteni soha életemben. A páros műsorvezetés az eleve szerintem az egyik legnehezebb műfaj, ráadásul mindezt élő műsorban, ráadásul úgy, hogy a Robinak azért ez volt az első, amit külön megünnepeltünk, én készültem neki egy kis premier ajándékkal, és azt gondolom, hogy remekül teljesített, iszonyú nagy koncentrációt igényel ez, elképesztő nagy figyelmet, ami megvolt mind a lányok részéről, mind pedig azt gondolom, hogy a mi részünkről is beletettünk apai tanyait. Bár a versenynek vége, a munkának korán sem. Kacembak Andreára a következő egy évben kemény munka vár, hogy méltó módon képviselhesse hazánkat a jövő évi Miss World világdöntőn. Ez volt a híradó, déltől maradjanak velünk, már is jön Urbán Ádám a Nemzeti Sporthíradóval.